Volt 9 hónapunk arra, amikor ugye még a feleségem is dolgozott, hogy felkészüljünk mindenféle babaruhákból, bútorokból, csomó perenkából, eszközökből. Én biztosan mondom, hogy nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Nem is nagyon tudtam, hogy mennyi egyáltalán. Tehát amikor gyermeket születik az embernek, akkor úristen, akkor még most ilyen melegítő, olyan melegítő, ezt csináljuk, azt csináljuk, ilyen akármi, meg légzésfigyelő, meg nem tudom mi. Én most nem dolgozom. Az állami támogatás az messze más, mintha dolgozna az ember, és így hármasban, hát igen, kicsit kevesebb az anyagi tőke, mintha ketten dolgoznánk. 15.000 forint szerintem így körülbelül havonta, és akkor utána ilyen fél éves korában szerintem ez ilyen havonta 1500-2000 forinttal nő. Lehet, hogy teljesen rosszat mondok, de szerintem 20-25.000 forint környékén biztos van havonta. Ideális esetben ugye 9 hónap egy gyermek megfoganásától a születéséig az idő. Ez pont egy elegendő időszak arra, ugyanis 6 hónap alatt össze lehet egy olyan tőkét kovácsolni egy átlagos család esetén, amivel gyakorlatilag a maximális adókedvezményre szert lehet tenni. Az Easyszon segélyező pénztáron keresztül jelentős kedvezményhez juthatnak a családok, méghozzá személyvedelemadó visszatérítés formájában. Ez a 20% ez utólag íródik jóvá, tehát a következő adóévben az előző adóévi adóbevallás, személyvedelemadó bevalláskor kell és lehet érvényesíteni ezt az adókedvezményt, amit a NAV vagy az államkincstár a magánszemély Easysnél vezetett önsegélyező pénztár számlájára ír jóvá. Mind a minimálbérből élők, és mind a, akár a fél minimálbérből élők, tehát akik 4 órára vannak, vagy kisebb időintervallumra vannak bejelentve a munkáltatójuknál, az ő bérjövedelmük után is van megfizetett személyjövedelemadó, tehát valóban megéri nekik is taggá válni, és rendszeres befizetővé válni, hiszen egy ilyen alacsony jövedelem szint mellett akár a teljes személyjövedelemadót vissza lehet igényelni az államkincstártól. Ami azért fontos, mert ha valaki kis jövedelemből él, akkor ez a megnyerhető adókedvezmény, ami kvázi lehet mondani, hogy az a befizetett személyvedelemadó visszaforgatása, az mégiscsak jó helyen landol, mert a család vagy az egyénnek a saját költségvetését dagasztja a bevételi oldalról.